No. Köszi a lájkot, Zoli.
Hello, van, vagyok. Hello, hello. Mikor kezded a körödet, hogy már elkezdted? Már kezdtem, de mindjárt be is fejezem, mert tegnapról maradt rajtam pár darab. Értem. Mennyi maradt köbök? 5 darab. Nem. Az nem sok. Egy várjál az van? Nem. Várhat? Jó, oké. Poki TV, köszönöm szépen a követést. Jövök is vissza. Oké. Hello. Hello. Hogy van? Na, jó.
Ezek fel cuccot. Oké, oké. Gyere! Többit láttad? Aha. Ja, akkor mehetünk is. Olyan jó csendes most amúgy a város. Egyetlen egy emberrel találkoztam eddig rajtad kívül, az is most a banknál volt egy fickó. Jó, bankot láttam. Jaj. Ilyenkor lehet dolgozni rendesen. Ja. Vezes majd. Oké, oké. Ma egész nap nyomom a köröket. Beírtad az előző körödet? Tessék? Beírtad az előző körödet most? Be. Oké, oké. Csak én nem maradjon. Amúgy van, amikor elfelejtem. Jó, nekem is volt már pászal. Már nem tudom, eddig olyan sűrűn láttam én szállítókat, de hát mostanában jó, hogyha csak pár embert látok amúgy. Hát, ha megnézed az applikáción, nem nagyon is csinálnak. Hát nem nagyon csinálják. Megcsinálják a kötelezőt, az kész. Már sokan még az se. Viszont nekem tegnap meglett az engedélyem mindenre. Na, sikerült akkor tényleg elintézni. Aha. Na, fasza. Mikor jár a próbaidőd? Vagy ma, vagy holnap. Holnap, igen. Ha lejár, azért majd ne felejts el szólni a vezetőségnek, hogy lassan lejár. Papírokat kaptál a szerződéssel. De, hogy is majd a számla már megvan. Tudok. Ezért majd ma úgyis be kell mennem a stabfőnökhez, mert mondtam, megvannak a papírok, akkor szóljak. Oké, oké. Így ma mindenképp be kell menni. A rendőrségek kérdeztek valamit.
vagy csak megírták és kész? Na, vannak kérdések. Ugyanúgy a... ugyanúgy a izénél is, a kórházban is vannak kérdések. Akkor lőni kell a fegyverrel. El kell mondani, hogy hogy kell bebiztosítani, meg ilyenek kibiztosítani. Elég komoly a vizsga. Legalább olyan komoly a vizsga, mint a Kresszúkban. Tele van jogsi? Ja, van? Van, van. Jogsi nélkül nem lesz nyugtán. Az volt az első, amit megcsináltattam, amikor ideje a városba. Hál' Istennek nekem ebben az új vizsgarendszerben nem kellett. Tegnap lemértem, hogyha úgy mész, ahogy most vegyünk köröket, 20 perc alatt meg lehet csinálni, a legrosszabb esetben 21 perc. Tudom. Ha palátóban lecsapod, az perc. 20 és 25 között. Azért mondtam, hogy 1 óra 10 perc alatt körülbelül 3-at meg lehet csinálni. Ja. És az 3150 dodo. Tess kamerád megy. Vársz. Vársz. Tessék! Mondj valamit, légy szíves! Halló! Halló! Mondj valamit, légy! Mondom, mondom! Ja, jó! Várjam! Nagyon hangosak voltak a hangszálai. Ja. Mindig elhozod. Á, most álban voltam. Azt hittem még van egy kereszteződésem, mire le kell fordulni. Amondo, várj, várj, de köszönjük.
Vintage-et nem tudsz szerezni? Olcsó. Hát... Hát tudnék már lenne, tudod. Sajnos nem is elek senkit, aki árulna. Elvileg azt lehet venni a fegyverboltban is, nem? Hát de biztos drága. 10-15 körül van, ha jól tudom. 10-12. Hát az drága. Ma a fegyvertartási engedéllyel csak azt az egy fegyvert tudod magadnál tartani. Jajjá. Csak arra szó. Csak az a baj, ha többen jönnek rád kirabolni egyedül, nem ér semmit, és megint oda van a fegyver az. Egyiknél sincs fegyver, akkor teljesen mindig. Általában itt az emberek baltával járnak rabolni. Hát akkor szerencséd van. Tessék. Hát akkor szerencséd van. Hát kevesetek 90%-ában lőfegyverrel vannak. Én még eddig fegyvert nem láttam senki, csak bort. Szerencsésebb vagy akkor. Azt nézem, hogy neked meg nekem van a legtöbb kör. Ja, a többiek nem nagyon csinálják. Nem baj, jön a pénz legalább. Jó, lassan, ha úgy van, akkor venni házat. Az a baj, hogy nem tudod megnézni, hogy milyen belülről. Ja. Ez a legrosszabb. Ezért jó, ha már tulajdonban lévő házat próbálsz megvenni, hogy akkor ott legalább már megtörnézni, hogy milyen belül. Ja, meg az olcsó.
Mi a visszaértünk ide? Meditálnom kell egy két perc. Mi visszaértünk, meditálnom kell egy két perc. Oké. Okay. Tomi, köszi a követést. Hello, 1050. 1050-et 20, 21 perctől. Jó, de jó, hogy be volt zárva. Ezer ötven, 21 perc. De elég jó.
Szerintem az egyik legjobban fizető. Ez a legjobban fizető meló. Meg a... Melyik van még, várjál? A taxisoknál a csomagkihordás. Az meg 7,55 fizet. Ja, nem? Az szarabb, várjál. $1,455 fél óra. Hát körülbelül az is ugyanennyi. Az a kettő, a többit azt nem tudom. Golfklubos az kevesebbet fizet. A kávézós nagyon kevés. 54 percet körül, nem annyi, nem. Legalábbis én nem tudtam rövidebb idő alatt megcsinálni. Mindjárt jövök, meditálok egyet. Mennyi idő kb? 2-3. Oké.
Vagyok. Megjöttem. Ilyenkor reggel mindig meditálok egyet, érted? Úgy nagyon szarok ez a kávé. Hát, te kurvagyok. Az az, hogy még alszik, és én meg nem tudok kávét csinálni. Közöm nincs hozzá. Akkor de nem. Arpeg szavú, igen. Így van. Mondtál valamit? Micsoda? Mondtál valamit? Ja, na? Aha. Csak olyan valamit, hogy a tátottál volna. Lehet, csak nyomtam a fejembe azt tudod. Yeah. Azt hittem, hogy nem hallok. Beírtad amúgy az előző kört? Szerintem nem. Igen? Hát én most írtam be, szóval nem tudom, hogy te átírtad-e. Nem, nem írtam be. Akkor még jó, hogy észrevettem, hogy nem írtuk be. Itt közel parkoltunk az a korláthoz. Igen, mert 5 körrel vagyok lemaradva tőled, ugye? 6. 6-tal, ja. Nem így. Hát az nem sok. Az egy olyan 2 óra köböl. Ja, 2 óra. Hát olyan 1-2 óra, ja. Tegnap este mentem még 2 biztonságőre, mondom, akkor legyen már meg a kerek 30-as tére. Autóval nem tudom, mi lett ott az úton keresztbe. Kitágó volt tegnap este biztos.
Ezek a fekete autók, az melyik melósok? Ezek a csavarkészítők? Hát, lehetséges. Ha nincs senki. Fallenon? Akkor az csavarkész. Hát a szabók is fekete autóval járnak, ha jól tudom. Ja. Ez meg a héter szonya, csak ön már ráírva. Van itt bányi fél autó. És csak megint úgy gondolták, hogy ki kell dőlni. Gyengem, akkor találjuk.
Ez a kocsi csak szerintem lassított, mikor meglátott minket. Tudom. Ez a kocsi csak akkor lassított, mikor meglátott minket, vagy alapból lassítani akar. Ja, nem figyeltem. Le is takarítottál a motorháztetőt. Péter, köszi a követést! Hello, Peter. Yeah.
Mi a fasz? Mennyi kábelt bírnak beletenni egy ilyen kis izé passzokot Megvan mind a 10. Mondja tesó még egyszer? Megvan mind a 10. Persze, jó, jó. Akkor nem kell hál' Isten kitérőt tenni. Telefúrták, kábellal, bazd meg. Kibaszott, nincs egy éves a fájhallgató, és a mikrofonja nem működik. Tehát sem működik, csak recsek valami. Mert mi a kurva édesanyjáé, az senki nem tudja, mert az összes kábel a helyén. És még csak el sincs törve. Na, akkor... Egyébként meg itt halál jó füles, értem neki. Még is leszokta az a... Megcsinálom, mint akkor is. Csak be kéne dugni. Közöttes, aki még dolgozik Python kívül. Látszok, lenném, mit tudom, egy kicsi a mikrofon, még a másikat tesztelem. Halló. 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 Hát... Hát... Jó. Jó. A hangom. Halló. Most jó. Haló, miért te csak?
Így is recsegsz? Így nem recsegsz, ugye? Ha jó, hallom. Szia Balázs! Arra voltak el amúgy mostanában? Hol? Hát téged bármikor mostanában. Ja, egy-két-három nappal ezelőtt. Hú. Na hál' Istennek engem mostanában nem. Nem tudom, hogy azt mondták-e neked, de hogyha elrabolnak a rádiót, azt úgy dobd, de hogy előtte lecsatlakozó a frekvenciáról. Tehát le tudják hallgatni úgy a frekkét, hogyha rajta maradsz. Nem, kidobálj. Az Audis is hogy belassított a rendőr magát. Jaj, alá. Tényleg amúgy munkaközve ilyen baltát, hogy valamit szoktál magadnál tartani? Én is van nálam. Vennem kéne amúgy nekem is valami ilyet. Hello, hello. Mennyibe kerül egy kés vagy egy balta? 4.50 a kés, a bagger. Valamelyik őtök most neki követelni, vagy most fog végezni, vagy? Hát, mi most járunk kb. A felénél. Jó, van rendben, hogy várlak, hogy ott tudom. Egy jó 10-15 perc. Fogsak.
Persze, de most rossz hang? Nem. Most teljesen tökéletes. Mi lehetett a probléma? Itt van a probléma? Itt? Halló, halló. Halló, halló. Halló, halló. No problema. Jó a hang. Yeah. Lőd ki? Nem akarlak.
Vágom, mi a baj? Itt ebbe a kábelba belül. Ebbe a kábelba belül. Mert ha összenyomom, akkor jó. Valószínűleg az árnyékolás érdőt meg. Az úgy csinálja ezt, hogy a kurva anyját, a posztán megtalálja. Jajajajaj. Mi történt? Igen, semmi. Kicsit karag a gyomrom, lassan bekapok onnan hátulról a SD-ket a kis tasikámból. Megjöttem, csak bevásároltam. Jó. Fel is rakom ide a kis övembre ezt a kis baltát. Jó, lesz az ott. De sok kocsi jár erre fele.
Szent vagyok, rádión hallottó? Hello, hello, igen, igen. Jó. És te hogy vagy? Jó, ja, bocs, hogy ilyen kicsim. Jöttem fel rádióra, csak szerelőnél voltam. Itt a sú volt. Ja, ami mindig ott vagyok, most lehet, hogy minden odaírom applikációval közé. Tehát hányan vagyunk fel rádión? Ketten, hárman. Hárman. Viszont most előttünk. Mivel most nem is kazettázok, nem krúzolok, mostan van. Szóval jó munkát, mint egy egyszer csőcső. Haló, haló. Elvileg jó lett. Haló, 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 haló. Bocsánat, tesztelem a másik fejhallgatókat, mert elvileg sikerült javítani. Haló, 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 haló. Ne bázd meg. Most jól teszteltem. Köszönöm, Kristóf, a követőről a másik rapit. Haló! Halló! Na mindegy! Jó reggelt! Mindjárt viszont, 5 perc. Tegnap volt a szülinapom. Kristóf, boldog szülinapot! Akkor. Ki a fasz hagyja nyitva az ajtót itt állandóan? Cukros, tej meg nápoly? Azt kell? Lent van? Mennyi? 3? Megyek.
Megmelegítsem ott. Ez igen. Az a legjobb kor. Hát az nem a legjobb, de, de még jó fiatal vagy. Jó neked. Új vagyok? Nem. Már 39 éve meg vagyok. Ja, de nem, úgy nem szoktam streamelni. Vagyis hát most már szokok. Eddig nem nagyon streameltem. Most kezdtem már nemrég streamelni, csak így hobbiból. Nem nőnek befele? Mi nem nő befele? Ezt nem nagyon értem, Pistó. Kell meditáljak egy 5 percet legalább. Jó. Yeah. Addig álljunk te valahova. Kazetta van nálad? Ha. Hát még egy olyan 3 vagy 4 percet meditál a kollega után indulunk. Mi újság? Bocs, nem hallottam, mit mondál. Szomorú, mi újság? Ja, semmi. Mindig meditálgat. Na. 34 kör eddig. Na, az jó. Nem rossz, nem rossz. Hát na, most már van 51, 52, az nem köve. Lassan, de biztosan gyűlik a házra. És hol akartok? Hát még nem tudom, ha valahol városon belül van, az jó lenne. Hó, vettek meg 3 gazdag negyedi házat. Hát, tudom, szerintem használtam meg itek. Hát nem is úgy akarjuk, bár hogyha olyannan tudunk venni jó árba, akkor az jó. Hát újonnan csak 300-ért tudtok. Hát jó, nem akarunk még gazdag negyedbe menni. Ez jó, de a Mirror Parkba kéne. Ott az jó környék. Kollégának ott van? Neki ott van háza Nikinek.
Hát, vagy még van ez a... Fú, még hol vannak házak, várjál. Még itt van a városról egy másik hely, nem a gettó. Van itt a internél is házak. Igen, vannak de... ott jobb oldalt, ott a Tetkó szalon környékén, ott a hármas pont ja, igen, alatt. Igen. Igen, igen. De például a másik kollégának, a baby fejűnek, ott van háza. Mindenkinek van háza, aki éve nekem. Ilyet. Nekem sincs, ne izgulja. De neked lesz. Hát majd. Ember ahhoz még gyűjteni kell bőven. Mi? Hát most neked van 30 optinak, vagy van 100 ezre? Nem, nem, nincs annyi. Nekem van most 52 ezre, 51. Optinak van megint helye közel olyan 50. A százabban már lehet házat venni. Na itt vagyok! Ne, mehetünk akkor. Menjünk, vezessen már valaki, léci. Jó. Hogy mindig nekem kell vezetni, hát ilyet. Jaj, nem a dudát kéne nyomni, hanem a gázpedált. Az mondjuk nem állt. Ezek szóval nálad bármi szóróvágó eszköz. Aha, egy kés. Akkor legalább mindenkinél van valami. Én nem jöttem, megvan az engedély, az otthon mindig hordok magam, nem? Minek oda engedély? Hát jó van, én jó gyerek vagyok, megcsináltattam. Ha megáll egy trendben, akkor nehogy kiszálljunk. Hát nem matozhat át, hogy nem lehet örül állni, hogy galas. Ki se szállíthat belőle. Tegnap ezzel vitatkoztam egy rendőrrel. Igen, kérde a nevét, ezt... Adleszkájnak. Járőr. Jó, Adleszkájnak. Azt ő elintézi ezeket. Majd bemehetsz te is. Tegnap vitáztam ott vele. Kezdi, hogy akkor miért szálltam ki a boltnál a jármű. Hát mondom, mi a kazettát cseréltem. Beírtam az előző körömet? Szerintem nem. Akkor majd. 28-nak kell lenned. Jön mindenhol. Istók, ez nem nagyon tudom értelmezni, hogy nem mondod ki azok. De hát el, tiéd. Az enyém. Igen. Most jó. Nálam teljesen zárva volt. Nálam a tiéd rendesen nyitódott ki. Érdekesek ezek a járművek. Igen, nem a felettét. Amúgy így ide állsz, úgy meg fog baszni a rendőr egyszer. Ilyen 300-ra minimum. Meg nem is jó, időveszteség. De hogy időveszteség? De hogy nem. Hátra kell tolatnod utána. De? De elvilegéként meg van beszélve a rendőrség, hogy bárhol parkoltunk, hanem akadályozzuk a forgalmat. Hogy... Büntetni nem fog, ez biztos. Ha, csinálsz már, Jackson. Én később kezdtem. Én nem tudok kiszállni.
Valahol nagyon szirénáznak. Jaja. Szóval beírtam a körömet? Hát hogyha 27-ed van, akkor nem mehet 6-tal vagy lemaradva. Igen. Innen tudod, ha nekem 6-tal több van, akkor beírtad, ha 7-tal van több, akkor nem. Jaj. Nem tudom, de már fegyvert kezdtek el ránk fogni, hát szopjanak le. Hol? Aha, azt hiszem, láttad a rendőrtöt az Audinál. Lehet ezt irényezni. Ja, hát elkezdtünk jönni le fel, az már annyit látszott, hogy a rendőr tartja ránk a fegyver. Ja, amúgy megcsináltam a fegyvervizsgát tegnap. Na. És mire? Csak lő fegyverre, vagy mind a kettőre? Mindenre megvan nekem. Na, az jó. És milyen volt? Ki vizsgáztatott? SH vagy Dex? Fogalmam, már nem tudom. Milyen volt a haja, milyen színű? Barna? Vagy kék? Őszhajú volt. Őszhajú? De a dokikat kérdezte. Ja, nem rendőr, Thor, igen. A doki barna hajú volt. Akkor az Dex. Az a könnyebbik verzió. Sokkal engedékenyebb, mert rövidebben csinálja jól. Félix mondta. Félix önöket mondott, hogy utána mondta a Dex, hogy ha SH vizsgáztatott volna most, akkor ő megmutatta volna. Hát én SH-nál csináltam. De neked most mikor van? Ja, nekem van. Még március, igen. Ezzel kettél meg tudod csináltatni a külfegyveret. Nem akarok eljárni rövid időre kiadni pénzt, érte? Hát de basszus. Mennyi? 15 ezer volt összesen, tesó? Igen, de ha megvan a szilológiai, meg úgy van, hogy van volt lefegyver engedélyed és újított csak, akkor 4002. A nagyon halkok a hangszálai. Várjál. Ja, mert nagy a kocsi, aztán... Nem, úgy van, hogyha megújítod a fegyver engedélyedet, akkor a lőfegyvernél annyi kedvezmény kapsz, hogy 4200 csak a rendőrségnél. Hát a sziológia is ugyanúgy 2500. Igen, az ugyanúgy. Mondjuk egy sziológiával, sziológiaival kettőt ki tudsz váltani. Hát jó, de hát most Alfred, na március 10-e könyékén lejár, hát akkor inkább megmutatom jóval azt is. De ha lejár, akkor nem kell. És van fegyverengedélyed, akkor nem kell azt meghosszabbítani. Hát a fegyverengedély az már rég lejár. Csak ha lejár a fegyverengedélyed, akkor csak egy érvényes sziológiai kell, amikor akkor kell érvényesnek lenni, amikor nem érsz a rendőrségre. Baj az. Én azt nem értem, miért nincsen összehangolva, hogy mind a kettő fél évre adjam. Kérdezz meg őket. És van Malovics, kösz szépen a lájk. Mert most amúgy milyen fegyverekre adják a fegyvertartásit? Hát lőfegyvernél csak vintage. Vintage-re. Nekem még vintage-es kabbaltra volt. De egyébként meg a szúróvágó ezt azt mindenre. Azt hittem, hogy valami baltára, hogy ilyenre nem tudok adni.
Hát akkor régebben jövő több is láttak izét engedélyt a rendőrök. Legrégebben még mindegy, lehetett összem. Én nekem van, mondom, a vintage-e meg a kombatra volt. Én azt nem értem, hogy a kombat az miért? De hát az lehetne még, mert az nem tudom, nekem valaki nézete az jobban tetszik. Hát az. De a vintage az ilyen elhozott valami, nem tudom. A kombat az erősebb, ha jól tudom. Azt már nem tudom. De azt értem, hogy jó heavy-re akkor nem, de... Azt mondjuk, hogy el is tudom érni, de nem a kombatra hagyja, nem tudom. Na de ez a rendőrségi vizsga, hogy néz most ki? Semmi különös. Megkérdezik neved, anyja nevét, ilyesmit. Hol laksz? Ezt kérdeznek 2-3 szituációs feladatot. Hát régen annyi volt, hogy bevette oldattad a pénzt, azt meg is írták a papírt. Hát az mondjuk kemény. Nekem úgy volt, meg semmit nem kérdeztek róla. Csak megvan a pszichológiaid, meg megmutattad, adtad a pénzt, meg kaptad érte a fegyvertartásit. Az jó. Most tudom, még osztályvezető adta ki annó. Valami Weston nevezető volt. Nekem az egyiket azt hiszem. Egyiket filmben. Másikat meg. Havas Imre. Havas Henry. Nem tudom, nekem ide Imre van írva. Havas Henry. Nem tudom, nekem el van a kutyás. Igen. Kopasz, nem? Nem tudom. Nem tudom, de hát ő messze neki nincs az állománynál. Csoda. Szerintem már ő nincs az állománynál. Nem, amúgy én attól tartok, ha most megcsináltam a fegyverengedélyt, az állam rittig olyan kordobb piacra új házakat. Jó, melót! De most, várjál, 50-50-50-50-etek van. 80-nál drágában dob ki, akkor az már 150 lesz. Hogy... Meg szerintem most nem fognak kidobni még, mert most azt próbálják tudni, hogy át lehessen iratni más névre. Ez miért lett leállít? Tessék? Ki állította le az autót? Senki. Miért? Itt már voltunk, ugye? Aha. Igen. Melyik 9-es volt? Akkor a reggel. Így az ott van a Benisnél. Hát végül, hogy eljött az benne. Ja.
Szegény Optinak nem oldódott meg a manós elvita. Mert mikor vittem, mennyi idő után? Tegnap ott a mólónál még fent volt. Hát egy ilyen 20-25 perc után megint elvitték a manók. Írjon lehet egy angyalnak Discord applikáció. Elmondtam neki, hogy keresse meg Daniel ott a applikáción. Jaj, vagy es hát, hogy valami ilyesmi. De jó, őket kerestem. De jó neked. Hány éves a? Akkor Daniel-t mondjuk. Na mondjuk én szerintem nála van hiba. Hát nézd, hogy a ventilátorokat, hogy netán azok döglöttek el, meg ilyenek. De elméletek, nála csata az agyába a fájban, hogy ezt szórakozik. Nálam meg egyébként a agyam leáll, ha nem megy játék közben. Azt se tudom, miért történik. Már néztük a Windows, meg a izét is, hogy esetleg a SSD vagy videókártya. Tettünk be újat, megnéztük, hogy azzal működik-e. De így sehogy sem akar megoldódni össze. Fel már, kösz szépen a követést. Még egy tízestől te vezetsz. Jó. Úgy is te vele lenne a kocsit. Csá. Ja, elfelt. Hogy? Ja, Intel, várja a videókártyát, mint nem GeForce 2016-os. Persze, hogy miért ne bírnál? Nekem ettől gyengébb gép a hangi. Nekem i3-at akarok. Megkültök ilyen felegyire, jó? Neki is szerintem. Neki? Nekem 16-50 szuper a videókártyám talán. Az talán erősebb nekem, de... Jackson, nekem láthatod, hogy milyen kocsi már az a paria, nekem annyi van, összvisz. És streamel is közben, tehát mind a kettőt is. Még ki látod, nem akar velünk beszélgetni. Jaj, lehet megutált minket. Itt vagyok, figyelek. De kérdezték, hogy ki az az elegy retro vagy mi? Stien? Mi, hogy micsoda? Az elegy retro, az Stien? Mi az elegy retro? Ott van hátul a parkolóban, ott állt. Ja, fekete, persze. Aha. Menj bele a tuning, vagy fel van tuningol? Az full. És ez mennyi volt kb? Hát jó, 25 ezer. Hát akkor az vagy olyan 30 ezer a kocsival együtt. De mi a vége? Ja. Kettő fölött megy. Kettő volt, hogy valami. Mondok az eleje az rohadt jól szorom. Aha, ja gyorsan fönn van ilyen 140-150. Thank you.
Ajaj. Jaj. És nézem, még engem szólnak meg, vagy vezetnek. Nincs trafi, mehetsz nyugodtan. De hát itt a trafi. De hogy van? Csak képzelődtek. Mi? De ez jó, Zsle. Először köröm, baszki, lekapott $300 megint plusz. Igen, hát ez ilyen szokott lenni. Nekem ez ma már az ötödik köre. Azt tudom. Telik az idő. Nekem is. Ti mikor kezdtek? Nem mondok időpontot. Titkos. Nem tudom neki, mikor jött, de mondom én ilyen 6.30 előtt egy picivel. Ja, én is úgy. Hát kb. Egyszer jöttem. Hát én megcsináltam egy teljes kört, neki nem tudom, hogy te teljes kört mentél-e vagy. Nekem pár kazetta maradt nálam tegnapról, hogy ezt csináltam. Hát akkor csak annyi előnyöm volt az a pár perc. Jackson. Okay. Valaki mindig lemarad. Hát annyi baj legyen. Meddig vagy már a városban neki? 11 évfél.
Nem sok ez neked. Nem, már egész nap itt. Sőt, még holnap is, meg szombaton is, meg vasárnap is. Viszont hétfőn már, hétfőn csak délutánon ki. Így aztán ki lehet bírni. Hétfőn sőt is délután. Már két órája megy a testhangrány. Nem rossz. Valam volt már olyan ment 10 óra. Ne lopkodd a helyemet! Te! Akkor striftelünk párat, jó? Vagy legalábbis megpróbáljam. Inkább övettetek. Ne ítéljál már, hogy ez van. Vigyázz! Geci, majdnem meg volt. Milyen majdnem? Még volt az Péter. Jöttek gondolom a boltra. Micsoda? Nem? Mi csinálsz? Hát így tanultál vezetni. Ez mit csinálunk? Betaratok szép. Egyik rosszabb, mint a másik. Mi a bajod? Semmi, semmi. Jaj, de annak a srácnak applikáción az a neve, hogy Kuglof. Ilyen neki van lőve mind a két, mind a négy kereken. Hát, hogy már reggel itt a... Persze, de gyerek téged szivatlak. Ki meg szétlögdösít mindenkit. Ugye?
Mindjárt, ezt jaj! Meg vagy neki? Aha. Szállni. Hát, ha nem mozgatnád az autót, folyamatosan beszállna amúgy. Hát előrébb akartam állni, te meg neki szaladsz a kocsinak. Ilyen? Hát mert ez a balga úgy állt be, hogy nem tudom kiszállni, és át kell mászni. Mi? Mi? Ez úgy állt be. Hát úgy álltál meg, hogy a kukától nem lehetett kinyitni az ajtót. Hát azért, mert te voltál ott éppen. Hát ha lettél volna, akkor úgy állok. Be lehetett volna szállni előre. Szegény Nikit miatt lecsaptam. Viszont miattam az, hogy nem tudsz vezetni. Nem, az nem miattam. Nem miattam, aki mondta, hogy jármű elé. Az meg a másik. Mozgó gépjárműből nem szállunk ki, amíg nullára meg nem áll. Na megállt. Én úgy láttam. Megállni lehet, megálltunk, de csúszott a gépjármű, ugye tudod? Aha. Istenem. Egyszer a nyakadat fogod kitörni. Bár akkor a holttestet fele fogok röhögni. Tudom, kedves vagyok. Nagyon. Az meg szembe sávba jön. Hát már itt kell lefordulnia. Hát attól még... Nagyobb vés azért az ívvel rá kell fordulnia. Rendben, de akkor ne fordulj rá, amikor jövünk szemben. Tálosat ki van törve az első lámpája. Jackson, tanítottak téged vezetni egyáltalán? Nem, én már alapodottam. Milyen olyan szép híveket használ? Mi? Mi? Jó, imádkozom mindjárt, nem? Fölnyúlok a torrodba ezzel a késsel szépen.
jó, nem állunk be. Ott keresztbe tanítják. Mi bárhol megállhatunk, te mondtad? Ha nem akadályozunk, akkor akadályozunk már, nem jön mentős. Ha mentős nem, akkor úgy akadályozod, ha bármikor jönne, akkor. És bármikor jöhet a mentőst. Te hogy jöhet? Hát pedig. Ghost RB, köszi a követést. Hello. Hozzon róla bármiféle igazolást, hogy ő ott megállhat. Ki? Hát a mentős. Ott van rajta a kék színűn, ez kék színű, milyen igazolás kell neked? Hát az nem elég, hozzon róla. De a kék színű ott van. Jackson, szerintem a te számod meg sincsen. Ilyet. Én most mentettem el Nikit. Tessék? Most mentettem el Nikit. Mondjam? Vagy mondjam te? Mondta akkor. 14 73 7 Örgetlek már egy. Írtam rá egy pontot. Hello, Robert Vajda.
Úristen, na jó. Na jó. Mit csináltak itt? Körözünk az autó körül volt. Rád hívja a rendőrséget. Rád. Na visszafele én meg a kettényt tudom leadni. Engem el kéne még dobni az egyeshez. Akkor futás lesz neked. Milyen futás? Milyen szépen egybeolvadtatok. Ugye? Tiámi. Ó, Niki, hogy te vagy a lány? Ja nem? Várjál, Jackson a lány. Igen, hogy nem. Mindjárt szétverünk. Mondtam, én vezetek el. Így meg is így jön. Így. Azt a kurva. Elájult. Kelj fel. Jaj. A faszom. Megölöm. Gyerünk már! Nagyon szép vár. Hogy tudtad elben? Hagyjál már! Kirakni jön. Én nem tettem is. Hát, most senkinek gondolsz engem? Jó, hogy te itt ősz mellettem, jaj, bocs, tudom. Jaj. Jó, ott van. Nem baj, az előbb már megköszönt 300-ra, nem kell még egyszer. Kellett neked az az egyes még. Ha... Leszel oly kedves. 30 dollár. Hát most csak 25 dollárom. Akkor annyi is az itt. Melyik vagy te? Hát mindig kikapta.
Én most meditálok, fiúk, egy kicsit. Mennyit kövök? Tessék? Mennyi időt kövök? Hát, nem tudom. Fél óra, óra. Hát, olyan sokat nem. 10 perc. 10-15. És belétálok lehet egy 10 percet a fejembe, csinálok valami harapni valót. Mr. Szorkeverő, köszönöm szépen a követést! Jaj, Jackson. Mi van már megint? Mi a baj? Nincs semmi, csak az, hogy itt állsz előttem. Mindjárt. Igen, na várjál, csak leveszem innen a kis övemről. Ha, jó, mindjárt jövök. Nem, nem, most nem hozom ki. De mondjuk itt a balt. Várjál. Várjál, jöttem. Hova tűnt? Hol mentél? Fem. Igen. Hol vagy? Mégsem meditálok, majd egy 20 perc múlva. Okay. Na, hol vagy, Fem? Olyan szépen elszaladt. Ne felejtsd el beírni. Na, hol vagy, Jackson? Na, Jackson, hello? Mi van? Hol vagy? De te hol vagy? Bent a bankban. Ja. Na, várj egy olyan 5-10 percet meditálok.
Miki, itt vagy rádió? Ha? Én elmegyek most, majd lehet jövök később. Oké, csöcsö. Ezért követ is tűnt látva. Már vagy, Jackson.
Te se tudod kijönteni azt, ahogy hívják ott a vizet?
Rádió. Igen. Ó, hogy már nem meditál. Már nem. Úgyis, hogy ilyen, hol meditálok, hol nem. Én megvárhatok rá. Göröm vagy? Aha, felé néz. Hát, szomorú vagyok, látod, én meg itt vártam rád.
mindig külön a lájkot. Ja, betanultam azt a kanyart nagyon. Milyen gépen van? i3 9100F 1650 Super videókártya 16 giga RAM. Jaguar? Nincs olyan nagyon erős gépem. Csak jól össze van állítva, hogy jó. Nem értek hozzá, annyira nem én szoktam össze. Nyilván közép kategóriás gépem van.
1050 per kör. Ja, 20, 21 perc alatt van meg egy kör. Szép jó napot. Hello.
Ja, nincs vége, csak én néha így elmegyek cigizni. Megcsinálok egy kört, utána általában elmegyek cigizni. Most lépek, srácok. Kérlek, kérlek, naptól. Meg is dolgozom. Később jelentkezik. Van egy kis dolgom.